állatvédelmi oktatásért, illetve állattartási eltiltással is büntethető az az állattartó, aki túletetésen tartja kedvencét. Az Indexnek nyilatkozó állatorvos szerint a kisállatok elhízása számos betegség kiváltó oka lehet. Magyarországon a kutya populáció megközelítőleg 25-30%-a elhízott. Az 5-11 éves kutyák 40-45%-a pedig túlsúlyos, mondta az Indexnek Deim Zoltán igazságügyi állatorvos szakértő. A szegedi állatorvos szerint az elhízás a leggyakoribb egyébként megelőzhető betegség. A kutyák és macskák túlsúlyosnak minősülnek, ha testtömegük 10-20%-kal meghaladja ideális súlyukat. Elhízottnak minősülnek, ha testsúlyuk legalább 20%-kal meghaladja az ideális testsúlyt. Dagi házi kedvencei az állatorvosi rendelőben Deim Zoltán figyelmeztette állattartókat, hogy gondos és felelősségteljes gazdiknak meg kell érteniük, hogy kis kedvencük testsúlya az egyik legfontosabb tényező a hosszú élettartamban, életminőségben és betegségek megelőzésében. Szerinte jó, ha az állatorvos végez néhány mérést és testállapot pontszámot határoz meg, amikor az állattulajdonosok azzal a ténnyel szembesülnek, hogy kedvencük egyszerűen túlsúlyos vagy kövér, és komoly diétára van szüksége. A legtöbb gazdi ezt tagadja. Egyszerűen nem akarják tudomásul venni, hogy az általuk szeretett és gondozásuk alatt álló állat az ő hibájukból van ilyen állapotban. Ez nem személyes ügy. Ez az alapja kedvence jólétének, mondta az állatorvos, aki szerint rossz szolgálatot tesznek kedvencüknek azok a gazdik, akik nem figyelnek oda kedvencük egészségére, és túletetést tartanak. Cukorbetegség és anyagcserezavarok törvény szerint állatkínzást követel, aki olyan kezelést alkalmaz, amely az állat maradandó egészségkárosodását vagy elhullását okozhatja. Deim Zoltán szerint a hazai nyomozóhatóságok és a rendfenntartók eddig általában találkoztak olyan esetekkel, amikor rosszul bántak, éheztek vagy szomjaztak az állatokkal. Az állatorvos ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a de facto elhízás is olyan kezelési forma, amely maradandó egészségkárosodást, végső soron az állat elhullását is okozhatja. Deim Zoltán szerint a kutya 1-2 nap alatt meghal, ha a forró nyárban oszlophoz kötik, és nem adják neki vizet. A szomjúság miatti halál komoly szenvedést okoz az állatnak. De mi a helyzet a 15-16 kilós kutyával, amely normál körülmények között csak 10 kilós? Kérdezte az orvos. Az elhízás maradandó egészségkárosodást, halált és sok szenvedést is okozhat az állatoknak. Az igazságügyi állatorvos emlékeztetett. Az állatkínzás akár börtönbüntetéssel is sújtható. Dr. Deim nem gondolja, hogy a felelőtlen gazdik azért kerülnek rács mögé, mert több jutalomfalatot és ételt adtak kedvencüknek. De a problémát komolyan kell venni. Pénzbírság, oktatás és eltiltás, az állattartónak a jó gazda gondosságával kell eljárnia, mondta az Indexnek. Vetter Szilvia, az Állatorvos Tudományi Egyetem állatvédelmi jogi elemző módszertani központjának vezetője szerint az állatnak olyan életkörülményeket kell biztosítani, amelyek az állatnak megfelelőek, figyelembe véve faját, fajtáját, korát, nemét és egészségi állapotát. Szerinte a túletetés jogi megítélése a konkrét esettől, körülményektől függően változik. Egyértelműen állatkínzásnak minősíthető. Az 1998-as állatvédelmi törvényünk kimondja, hogy állatkínzásnak minősül többek között az a bánásmód, amely az állat egészségét károsíthatja. Könnyen belátható,
hogy a helytelen etetés akár éhezés, de túltáplálás esetén is egészségkárosodást okozhat. Vetter Szilvia szerint, ha valóban megsértették az állatvédelmi szabályokat, a hatóság nagy összegű bírságot szabhat ki, sőt a tartási feltételek megváltoztatására vagy akár állatvédelmi oktatáson való részvételre is. Kötelezheti az állattartót. Súlyosabb esetekben az állat elkobzása és az állattartástól eltiltás is felmerülhet. Kerüljük az önbíráskodást. Az ügyvéd szerint a túltáplálás büntetőjogi minősítése sem kizárt. Ha valaki gerinces állattal indokolatlanul olyan módon bánik, amely az állat maradandó egészségkárosodását vagy elhullását okozhatja, vétséget követel, és 2 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A nem megfelelő takarmányozás egyértelműen beletartozik a kezelés fogalmába. Nehezebb kérdés annak megítélése, hogy túltáplálás mennyire veszélyes a társadalomra, hiszen ennek kimondása is feltétele bűncselekmény megállapításának. Éheztetés, elhanyagolás, azaz mulasztással elkövetett állatkínzás esetén könnyebb a társadalomra veszélyt megállapítani, mint amikor valaki akár félreértelmezett szeretetből vagy gondoskodásból túletetéssel veszélyezteti kedvencét. Vetter Szilvia szerint fontos, hogy az állatorvosok hiteles szakvéleményt tudjanak mondani az állatok állapotáról. A soványság vagy a túlsúly lehet betegség akár kezelés alatt álló következménye. El kell kerülnünk az önbíráskodást, és a hatóságokhoz kell fordulnunk, javasolta az ügyvéd. Mióta a kövér kedvencünk, számos módszer létezik az állatok állapotának meghatározására. A Body Condition Scoring egy könnyen használható kvantitatív eszköz a kísérő állatok állapotának is. Zsírfelhalmozódásának meghatározására. Az állatok állapotát általában egy 1-től 9-ig terjedő skála segítségével határozzuk meg. Ahol az ideális testpont szám 5. Az Association for Pet Obesity Prevention egy 1-től 9-ig terjedő BCS skála használatát javasolja, amely szintén lehetővé teszi a finomabb változások figyelembevételét. Például az életkor befolyásolja az állatok testsúlyát és állapotát. A kísérő állatok testtömegének változását számos tényező befolyásolja. Többek között takarmányban bekövetkezett változások, táplálkozási szokások, fizikai aktivitás, az életkor, gyógyszeres kezelés és az esetleges alapbetegség folyamata. Az állatorvosokat kiképezték a testállapot pontszám elvégzésére.